Nyilván a traktátus 114-es lapja következik, és a 113-as oldal lapján vagyunk, vagy lap alján vagyunk, és a Talmud idézi a Misnának az utolsó mondását, az utolsó előtt itt talán, a Rabbi Yochanan a következőt mondta, Heid Rabbi Yochanan ben Gudgada, Rabbi Yochanan ben Gudgada azt a tanúvallomást tette, hogy ő tudja, hogy volt olyan, hogy egy apa kiházasította a kiskorú siketlányát, és amikor a lány felnőtt, akkor megengedték, hogy getet kapjon. Ugye mi ebben a hidus, vagy mi ebben a novum? Az, hogy bár amikor kiskorúként kiházasították, akkor az a házasság tórai értelmevet házasság volt, nem úgy, mint általában a siketek házassága, ami csak egy rabbinikus engedmény révén jön létre. Itt ugye az apa képviselte a siket kislányt, és ezért, mint teljesen jogképes cselekvő történt a házasság tórai értelemben, és mégis volt lehetőség a válásra. Miért volt lehetőség a válásra? Hogy ezt elmagyaráztuk tegnap előtt. Azért, mert a váláshoz tórai törvény szerint nem kell a nő beleegyezése. Tehát az, hogy egy nő nem jogképes cselekvő, mert mondjuk siket, még nem korlátja annak, hogy ne válhatna. Ugye ez volt a misna mondása. Amen rabbe, én még duszös rabbi Yochanan ben Gudgada, amár le idim, de úg edzes, amin no iszém, amár le kinci stájhev, zeharéz, amikor esesz. Azt mondta rabbe, rabbi Yochanan ben Gudgada, a tanúvallomásából tudjuk azt is, hogyha valaki éppen ad egy vállólevelet a feleségének, és odafordul a tanúkhoz, és azt mondja a tanúknak, nézzétek, itt van a vállólevél, amit a feleségemnek adok. Majd oda ment a feleségéhez, és a feleségének azt mondta, íme itt van az a váltó, amit én most odaadok neked. Ha nézzük meg, Uress, ez, akkor ettől még a válás érvényes. Annak ellenére, hogy a feleségének nem azt mondta, hogy vállólevelet adok neki, neked, hanem azt mondta, hogy valamilyen pénzügyi tranzakcióval kapcsolatos váltót adok, ettől még érvényes a vállólevél. Milloi amarabi éhemenül gáta lőben irandájta, aki nem illaiba irandájta. Miért? Mert hiszen Rabbi Yochanan ben Gudgada mondásának mi volt a lényege? Hogy a siket lány annak ellenére, hogy nem jogképes, a Tóra értelmében is válhat, hiszen a válása nem szükségelteti a beleegyezését, a tudatát. És azért annak ellenére, hogy nem jogképes, a válása még érvényes lehet. Ugyanez a helyzet itt is. Annak kell, hogy a nő nem tudja, hogy vállólevelet kap. Ő abban a tudatban van, mert ezt mondja a férj, hogy íme a váltó, amit adok neked. Ennek ellenére a válás az érvényes, mert nem kell, hogy a nő tudja, hogy mi van. Ha a tulajdonába került a vállólevél, akkor a válás létrejött. Azt mondja, a Talmud psita. Mi ebben a novum? Selbstverständlich, ez magától értetődik. Azt mondja, tanul meg, de téma, mi de amar lakinsz is tárhőm, zelbi túlne bátli. Ja, azt gondolhattam volna, mondja a Talmud, hogy mivel a férfi azt mondja, miután megírta a vállólevet, és a tanuknak azt mondta, hogy íme a vállólevél, amit a feleségemnek adok, utána azt mondja, hogy íme az adósságlevél, vagy a váltó, amit adok neked, azt gondolhattuk volna, hogy ezzel a kijelentéssel visszalép és semmissé teszi a vállólevelet, mint vállólevelet, de ez a feltevés téves, és ezért kellett mondanunk, hogy ez a szabály, ez mégiscsak, itt a szabály mégiscsak az, hogy a vállólevél érvényes. Másmadan, i issza de batlein le édim havekalmeneum. Miért? Mert ha valóban semmisé akarná nyilvánítani a válást,
akkor nem a feleségének mondaná, amit mondott, hanem a tanuknak. A tanuknak mondaná, hogy ez egy, nem egy válás, hanem csak egy váltó, amivel kifejezni, hogy visszalépett. De nem a tanuknak mondta ezt, hanem a feleségének. Ebből tudjuk, hogy az egész az nem... nem arról szól, hogy semmiség nyilvánítja a válást, mert hajde kamer hachi, máhmuszki szufadul kamer lél, és az pedig, hogy a feleségének mégis váltóról beszélt, és nem válólevélről, az csak azért van, mert szégyeli a feleség előtt, vagy kellemetlen neki a válásról beszélni, és ezért elvicceli, vagy elmismásolja ezzel a váltó, vagy adósságlevél dologgal. Oké, Reb Yitzchak bar Biszna irküszölé maftechod a bémidrasa. Reb Yitzchak bar Biszna-nak elvesztek a tanház kulcsai. Rüsszuszarámi. És mindez történt a közterületen, méghozzá szombaton. Ugye kereste volna a kulcsokat, de hát ugye a szombaton nem lehet vinni a közterületen. És nem tudta, hogy mit tegyen. Ugye ez egy hosszabb történet lesz, a történet végén fogjuk érteni, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi témánkhoz. Nos, mi történt? Asszalek a médre Rabbi Pados, Rabbi Pados elé jött, hogy most mit csináljon, amely lejjel, azt mondta neki, Rabbi Pados, zil dvár talléve talléve litli haszam, menjél oda, vigyél magaddal kisgyerekeket és kislányokat, és ha megtalálják, ha megtalálják a kulcsot, akkor ők vihetik a kulcsot. Ugye rájuk nem vonatkozik a Tóra szabálya szerint a szombati munkatilalom. Nem kérheted őket, hogy keressék a kulcsot neked, de oda mehetsz velük, és ők ott elkezdenek játszani. És játék közben, hát ha megtalálják a kulcsot, és akkor már felvették a kulcsot, akkor vihetik a kulcsot magukkal. Álmak a szavar katna éjjelen védesz, én bézdim a cubin, de farsaj. Ha ez így van, akkor ebből az következik, ha valóban ez a tanítás helyes, ebből az következik, hogyha egy kiskorút látok, hogy megszegi a Tóra szabályait, például nem kóser húst eszik, akkor nem kötelességem visszatartani tőle, nem kötelességem hogy rávegyem, hogy ne egyen a nem kóser húsból. Lémon messzája lém. Úgy tűnik, hogy, és itt most ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni egy jó darabig, tulajdonképpen a mai siúrnak a legnagyobb részében, hogy a Tóra törvénye nem köteles, vagy nem kötelező a kiskorúra nézve. De az azt jelenti-e, hogy én akár a saját érdekemben felkérhetek-e, vagy rávehetek-e egy kiskorút, hogy megszegje a Tóra törvényét, egyrészt. Másrészt, ha nem is tehetném ezt, de ha magától szegi meg az érdekemben a Tóra törvényét, akkor mi van? A legtipikusabb esete ennek az, amikor egy gyerek, mondjuk egy lámpa sábeszkor, és akkor oda visznek egy ilyen kisgyereket, és ő hát, ha felkapcsolja a villanyt. Tehát vissza kellett tartanom attól, hogy a szombatot például megszegje egy gyerek. És az előző esetben úgy tűnik, hogy nem kell visszatartanom, hiszen ezt a tanácsot adta Rabbi Pados, hogy vigyél oda a kisgyerekeket, és hogyha ők megtalálják a kulcsot, akkor minden rendben lesz. Léme me száj elej, lőjjj már adom netinök, havili mefteje, havili hajsza, velem nihaj tajlis, meni hajsza idek. Látjuk egy brájtából, hogy ez az álláspont, ez megalapozottnak tűnik. A brájta azt mondja, hogy az ember nem mondja egy gyereknek, hogy hozzál nekem egy kulcsot, hozzál nekem egy pecsétet, stb. Tehát felkérni a szombatszegésre, ugye szombaton nem mondja az ember ezt, felkérni a szombatszegésre nem szabad, de ha magától megszegi a szombatot, kimegy és hozza neked a kulcsot, vagy a pecsétet, akkor nem kell ellenkezni. Amara báje tojnes,
Acid se inu nakuf, zöjrej, ve kármelis, de rabbanon. Azt mondta erre a báje, a tanítás mikor igaz, akkor, hogyha az a szabály, amit megszeg a gyerek, az egy rabbinikus tilalom. Tehát például nem arról van szó, hogy hozzon neked egy valamilyen tárgyat a közterületen, a tórai közterületen, hanem csak egy kármeliszen keresztül. Tehát egy rabbinikus közterületen keresztül. Nem arról van szó, hogy letépjen neked egy gyümölcsöt a fáról, hanem arról van szó, hogy letépjen egy gyümölcsöt egy cserépben növő fáról, ugye, ami nincs a földhöz kötve, és azért a Tóra törvény szerint nem kéne, vagy nem probléma az, hogyha arról letépünk valamit. Tehát magyarul a Báje azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy nem lehet fölkérni egy gyereket, hogy szegje meg a tórai szabályt, hanem még csak hagyni sem lehet, hogy megszegje az érdekemben a tórai szabály, csak akkor, hogyha az nem egy tórai szabály, hanem egy rabbinikus szabály. Tasmá! Most a Talmud fel fog hozni egy pár esetet, és az első eset az azt a tanítást ellenzi, vagy annak egy ellenpontja, amit Rabbi Padosz mondott. Rabbi Padosz azt mondta, hogy lehet hagyni, hogy a gyerekek ott keressék az elveszett kulcsot, ha megtalálják, akkor az tökéletes. És ennek egy ellenpontja fog most következni. Tasmá, oidet ki habim se bo le chabes, én nem imlői kabeire, áll te chabe, mip ne is én is visszasszai, muta leszel én. Ha egy tűz eset történik. Ugye a tüzet nem szabad oltani sábeszkor, csak azért, hogy a vagyont megmentsük. De hogyha jön egy pogány, és elkezdi oltani a tüzet, ami nem kérhetjük föl arra, hogy oltsa a tüzet, de hogyha magától elkezdeni a tüzet oltani, akkor nem kell szólni neki, hogy figyelj, a kedvünkért ne oltsa a tüzet, mert szombat van, nem akarjuk, hogy nekünk dolgozzál. Nincs ilyen kötelesség. Miért? Mert nem a mi dolgunk, hogy ő dolgozik-e szombaton, vagy sem. Ugyanakkor viszont, katona bale chavos, amrino alte chave, ne is is visszaszolja elején, viszont hogyha egy kiskorú gyerek jön és kezd el oltani a tüzet, akkor azt vissza kell tartanunk, mert a mi kötelességünk az ő pihenése szombaton. És előre jelezném, hogyha eltűnök, akkor lemerült a számítógép, és akkor utána áttérünk a telefonra. Úgyhogy ne menjetek el. Oké, szóval akkor mit látok ebből, hogy a kiskorút igenis vissza kell tartani attól, hogy az én érdekemben megszegje a szombatot. Amar bi yechanan ve oisal das aliv. Azt mondja, bi yechanan, nem, ez nem azt jelenti, hogy vissza kell tartani általában a kiskorút a szombatszegéstől. Itt arról van szó, hogy ha a kiskorú tudja, hogy az apja érdeke ez a szombatszegés, akkor vissza kell tartani. Itt amikor jön tüzet oltani, akkor arról van szó, hogy a kiskorú tudja, hogy ez az apja érdeke, és ezt nem lehet hagyni. De az már szinte olyan, mintha mi kértük volna fel. De a Bipadasz esete, amikor odavitte a gyerekeket, azok a gyerekek nem tudták, hogy, mi, hogy ez az ő érdeke, vagy hogy valamit ott keresni kell. És azért lehetett őket hagyni keresni, és ha megtalálták a kulcsot, akkor azt lehetett vinni. De itt, amikor az apja ott áll mellette, és látja a gyerek szegény apat sír, hogy ég a ház, akkor tudja, hogy az apja érdeke, és ezért nem szabad hagyni a tűzoltást. Azt mondja, Talmud, de kavaszagában jövődik a hamim, de iszáll, látsz, iszáll, misari. Azt mondja, Talmud, ez nem lehetséges, mert miért? Ha egy pogány, vagy egy nem zsidó szombatot szeg az érdekünkben, úgyhogy tudja, hogy ez a mi érdekünk, akkor lehet hagyni. Mi az alapszabály? Az alapszabály az, hogy egy nem zsidót nem szabad felkérni a szombatszegésre. Ugye ellentétben a közhiedelemben, ilyen értelemben nem létezik a sábezgói fogalma, mert nem lehet ilyet csinálni. Sőt, hogyha magától szegi a szombatot, de egyértelmű, hogy a mi érdekünkben szegi, azt sem lehet hagyni. Most akkor ez azt jelenti, hogy ha ő megy tüzet oltani a mi érdekünkben, akkor ezt nem lehetne hagyni. Tehát, hogyha itt a Brájta arról az esetről beszél, amikor
a mi érdekünkben történik a szombatszegés, így magyaráztuk a kiskorunál, az nem lehetséges, mert akkor azt a nem zsidónál sem lehetne megengedni. Azt mondja, Talmud évet, hogy havi, majd dász átszmai, a dájt, a návsi, ami szerintem amúgy nem, mert egy pogánynál nem tudhatom biztosan, hogy ez miatta oltja a tüzet, az ő a saját érdekében oltja a tüzet. Itt az égőházról kérdez a Tamás, hogy ezt miért nem szabad oltani, mi akkor, hogyha tóratekercsek vannak a házban, stb. Viszonylag hosszan beszéltünk erről a szombat traktátusban, kb. 2 évvel ezelőtt. Nem lehet eloltani ettől függetlenül a tüzet. Az más kérdés, hogy hogyan lehet kimenteni, hova lehet kimenteni dolgokat a házból. Ezek kapcsolatban vannak mindenféle engedmények, de a tüzet oltani csak életveszély esetén lehet. Oké, akkor továbbra sincs egyértelmű álláspontunk azzal kapcsolatban, hogy egy kiskorú akkor most ha szombatot szeg, vagy a Tóra valamilyen törvényt megszegi, azt hagyhatjuk, ahogy az érdekünkben megszegje, vagy nem hagyhatjuk. Nem egyértelmű a válasz erre a kérdésre. Tosmá ben haver se ragin lélek egyszer avi imoly ám horrec én ha is és én sem vagyok jelen. Talán azt mondja, nézzük meg azt a brájtát, ami arról szól, hogy van egy nagyon vallásos család, van egy kisfiú, de a nagyszülők nem olyan vallásosak. Ám hórecek, ahogy ezt annak idején a Talmud időben mondták. Kell attól tartanunk, hogy a nagyszülők olyan dolgokat fogják etetni, ami nem teljesen kóser. Milyen ilyen dolog merül föl? Például olyan gyümölcs, amiből nem lett leadva hova a tized. Azt mondta, azt mondja Brájta, én ha is esim, nem kettől tartanak. Macabi jadai pélőis, én zakuklőm. Ha pedig tartunk, ha jön haza, és a kezében van valami gyümölcs, akkor látjuk, hogy a nagypapa mégis etette valamivel, akkor nem kell venni tőle a gyümölcsöt. Mit látok ebből? Hogy egy gyerek, aki megszegi a Tóra törvényét, nem kell leállítani. Úgy tűnik, hogy Rabbi Pedásznak igaza volt. Amarabi Jaihanan, bid Maihe Kilu. Azt mondja, Rabbi Jaihanan, na jó, de ez csak erre a gyümölcsre vonatkozik. Mi a gyümölcse a szabály? A gyümölcse az a szabály, hogyha egy ámhorec otthonáról van szó, akkor nem tudhatjuk biztosan, hogy ő hozott-e tizedet, és ezért Ezra idejében elrendelték, hogy egy ámhorecnek a gyümölcse az dmáj. A dmáj ez egy ilyen kétes státuszú gyümölcs, nem tudjuk, hogy lett-e belőle tized hozva, vagy sem. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan tudjuk, nem lett belőle tized hozva, csak nem vagyunk biztosak, hogy lett belőle hozva. És ezért nem lehet belőle enni. De ez egy, nem egy igazi tilalom, és ezért ebben engedélykenyen jártak el a bölcsök, és ezért mondták azt, hogy a gyereknél nem kell tartani attól, hogy mivel fog etetni, mert még ha eteti is azzal a gyümölcsön, még akkor sem biztos, hogy abból nem lett tized hozva. Azt mondja, a Talmud előtt time the dmáj, ha vádáj, baj lesz szuri. Van már a bíjék, hanem be őszáll, dász a vív. Azt mondja, a Talmud nem stimmel itt a bíjék, hanem válasza. Miért? Mert korábban a bíjék, hanem azt mondta, hogy csak akkor nem kell, ugye amikor a tűzesetről volt szó, hogy csak akkor nem kell leállítani a gyereket a törvényszegésből, hogyha azt tudjuk, hogy az érdekemben csinálja, tehát az apja érdekében csinálja. Ha nem egyértelmű az apja érdekében csinálja, akkor nem kell állítani. Itt mit mond? Azt mondja, hogy csak azért nem kell leállítani, hogy egyen a gyümölcsből, mert a gyümölcs maga is dmáj. Nem biztos, hogy kell belőle tizedet hozni. Akkor mi jön ki belőle, ha biztosan tudnám, hogy még nem lett belőle tized hozva, akkor le kéne állítani a gyereket, annak ellenére, hogy nem az én érdekemben csinál. Akkor most mit Rabbi Yochanannak valójában a véleménye? Ella Rabbi Yochanan szepukim és szabkim, kai hachi matri. Azt mondtam, hogy igen, Rabbi Yochanan bizonytalan volt ezzel az egész dologgal kapcsolatban, és mindig, amikor fölmerült egy törvény, egy brájta, ahol úgy tűnt, hogy egyértelmű a válasz,
ahonnan próbáltunk választ adni erre a kérdésre, ott Rebbe Jochanan a bizonytalanságát kifejezte, vagy így, vagy úgy. Szóval, ahol azzal lehetett magyarázni az adott esetet, hogy azért nem kell leállítani, vagy azért kell leállítani, bocsánat, mert ott azt lehetett mondani, hogy azért, mert az apja érdekében csinálja, akkor azt mondta, hogy azért. Azért, ahol meg az jött ki, hogy nem kell leállítani, ott meg azt mondta, hogy azért nem kell leállítani, mert bizonytalan. Szóval Rabbi Jochanan maga, mert ugye, hogy bizonytalan, hogy lettem örök tizet hozva, vagy sem. Szóval maga Rabbi Jochanan nem volt olyan biztos a törvényben, és ezért egyszer így mondta, egyszer meg úgy mondta. Menjünk tovább. Tasmá ben haver kajén s ragin lélek éjszel avi imoi kajén amha arec. Én ha is isin semmiek len a trumat mea. Egy nagyon hasonló brájt az előző, az itt arról van szó, hogy egy nagyon vallásos kohanita család gyermeke elmegy a nagypapához, aki ugyancsak kohén, hogy nem kell tartani, de egy ámhor, ezt nem kell tartani tőle, hogy olyan trumát fog adni az unokának, ami tisztátalan. És ha mégis gyümölcsel jön haza a gyerek a kezében, nem kell elvenni tőle. Miért nem? Mert nem kell tartani tőle. Mit látok ebből, hogy nem kell leállítani a gyereket, amikor a Tóra törvényét szegi? Azt mondja a Talmud, mert truma, de rában itt miről van szó? Nem tórai trumáról, hanem csak rabinikus trumáról. Bár is legyen, akkor még mindig nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy egy kiskorút le kell állítani, vagy nem kell leállítani, amikor a Tóra törvényét szegi. Tasmá, jöjjnek ti nakve, hölynek, mely vedeszké, hami, mű, behémat, mely a... Én ha is, és én mi jönnek seketsz. Egy egészen más témám kapcsán, a tanul azt mondja, hogy van egy brájta, ami arról szól, hogy egy kisbaba ihat nem kóser tejet, egy nem kóser állatnak a tejét, illetve lehet szoptatni egy pogány nő bér szoptatással. És nem kell tartanunk attól, hogy ezzel nem kósert fog enni. Mert egy pogány nőnek az anyateje is nem kóser ételből készül, akkor nem kell ettől tartani, lehet ettetni ezzel. De ugyanakkor, hogy lejjákin lennon, vejlősz, trejfősz, és kacimúr, masim, ugyanakkor viszont konkrétan nem kóser ételt ne etessen ő. Umik hulan, jöjjnek mahem, már filmesávasz, viszont szoptatni lehet nem kóser tejjel, még szombaton is. Ugye szombaton amúgy esetleg probléma lenne a szoptatás, vagy maga a tej fejés, szombaton tilos tejet fejni. De itt szabad. A kisbabának szabad. Gadol asszul, de egy nagykorú nem fejhet szombaton. Miért nem fejhet szombaton? Azért, mert ez a cséplés munkatilalmának a kategóriájába tartozik, valamiből kiszedek valami mást, az olyan, mint a cséplés. Ába Sólai, mert női hágina inusénk, mi beimata őrbi jöntöv. Ába Sólai ezt hozzátette, hogy nekünk az volt régen a szokásunk, hogy egy tiszta állatból lehetett szopni közvetlenül ünnepnapon. Mit akar ezzel Ábasol mondani, arra, mert milyen vissza fogunk térni. Minden esetre, tani miha, én ha is, és én bíjainek seketsz. Hogy nem kell attól tartanunk, hogy ha amikor a nem kóser állat tejét issza, vagy egy nem zsidó nő tejét szopja, akkor nem kell tartanunk attól, hogy ez nem kóser. Mit látok ebből? Hogy egy gyerek megszegheti a Tóra törvényét. Azt mondja, a Talmud haszamisum szakana? Azt mondja, nem. Itt azért szegheti meg, mert különben veszélybe sodornánk a gyereket. Ha nem ihatna nem kóser tejet, akkor lehet, hogy teljesen kiszárad a nem mit ennie. És ezért tehet. Azt mondja, a Talmud ihachi gadolam, azt mondja, a Talmud várjunk, hogy ha veszélyről van szó, életveszélyről, akkor egy nagykorúnak is meg kéne engedni. Tehát nyilván nem életveszélyről van szó, mert a nagykorúnak tilos, meg lett tiltva. Azt mondja, a Talmud gadol baji umdona. Azt mondja, igen, de a különbség az, hogy egy nagykorúnál, mielőtt kijelentjük, hogy valóban valami életveszélyes a számára, azt meg kell vizsgálnunk. Egy kiskorúnál eleve abban indulunk ki, hogy ő
rá, ha nem kap enni, az veszélyes. Pontosan a Talmud még előtte megkezdik, katonámini bajja mondana, miért nem vizsgáljuk meg a kiskorúnál is, hogy veszélyesen el, ha most éppen nem eszik egy kicsit. Aztán a Talmud a majd a Funa Brédre Vissua, ha sztám tinok, mi szuka négyszer halap, mert azt mondta a Funa Brédre Vissua, hogy általában abban indulunk ki, hogyha egy gyerek, egy kisbaba nem kap anyatejet, vagy nem kap tejet, akkor az rögtön közvetlen veszélyt jelent a számára, és ezért nincs mit vizsgálódni. Rögtön lehet itatni, etetni a nem kóser tejjel. Oké, mit mondott ennek a brájtának a végén abban a Saulában? Saul Leimer, hogy Hagen ha inusé jönki, mi behímot a hírmi jönktav, hogy az volt a szokásunk, hogy egy kóser állatból lehetett szopni a tejet közvetlenül jomtovkor. Hé, Dami, miről van szó? Ideig a szakon, ha itt egy veszélyhelyzetről van szó, a filibe sábesz nem, akkor szombaton is lehetne, meg kéne engedni ezt. Miért csak jomtovkor? Ide lég a szakon, ha pedig nem volt, nincs itt veszély, a filibe jomtov asszú, akkor jomtovkor is tilos kéne, hogy legyen. Lőjt zrihadik a szájra, meg a szavar, mert farek láhari adhum. Sábez iszur szkila, gazra van, a nyomtad iszur láb, loj gazra rabban. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű. Arra van szó, hogy az illető nagyon szomjas, és szeretne inni tejet. De nem szabad egy állatot fejni szombaton, mert ugye, ahogy mondtuk, az a cséplésnek egy al munkatípusa. Ezért mit csinál? Ha egy változtatással, egy sinújjal iszza a tejet, hogy közvetlenül szopja az állat tőgyéről, akkor az megengedett, de ez csak szombaton megengedett. Bocsánat, ez csak jomtovkor megengedett, mert a jomtovkor a munkatilalmak megszegése az egy enyhébb tilalom, azért nem jár kövezés, hanem csak egy iszurláv, és ezért egy sinújjal inkább megengedett, mint szombat napján. Oké, a témánkhoz nem tartozik közvetlenül, de itt mellékesen szóba került, ezért a Talmud elmagyarázta. Oké, megyünk tovább. A következő téma, vagy mi mindig ugyanál a témánál maradva, hogy az a kérdés, hogy egy kiskorúra mennyire kötelező a Tóra törvénye, mennyire kötelező ránk nézve, hogy visszatartsuk a kiskorút a Tóra megszegésétől. Ennek kapcsán egy eléggé közvetlen brájta, a témával közvetlenül foglalkozó brájta kerül most a napirendre. Tasma, lőjszöjjön kis seketszém. Ugye arról van szó, hogy nem szabad csúszomászokat enni, és a csúszomászok fogyasztásának tilalma, és erre azt mondja, a Talmud ne egyetek belőle, mert undormány azok. Lőjszöjjön. Ez a kifejezés, hogy lőjszöjjön, ne egyétek azokat, ezt úgy is olvasható lenne, hogy ne etessetek velük. A házélet döjli malaktánim, ami mit jelent, mondja a Talmud azt, mondja a brájta, hogy a nagykorú figyelmeztesse a kiskorút, tanítsa meg, hogy ne egyen ilyenből a kiskorú. My love, de amar leul löj töjh. Mit jelent ez? Feltételezzük, hogy azt jelenti, hogy figyelmeztetnie kell a kiskorút, hogy ne egyen belőle. Tehát mit látok belőle? Hogy a nagykorú igenis köteles a kiskorút visszatartani a Tóra szabályának a megszegésétől. Azt mondtam, hogy löj, de löj niszfileu bejadáim. Szerintem, hogy nem, ez nem ezt jelenti. A ne etessétek, nem azt jelenti, hogy mondd neki, hogy ne egyen belőle. A ne etessétek azt jelenti, hogy te közvetlenül ne etest. De ami magától eszik, nem kötelező, hogy elvett tőle. Tasmá, kol nefes mikem lőszői haldam. Házélek dőlőmnek tálni, my love, de amúgy leül, hogy tajfra ugyanilyen szabály, mert a Tóra azt mondja, minden lélek közületek ne egyen vért, mire a Brájta azt mondja, a házélek dőlőmnek tálni, ez egy figyelmeztetés a nagykorúakra, hogy ők figyelmeztessék a kiskorúakat. Mit jelent az, hogy figyelmeztessék? Azt gondolnánk, hogy azt jelenti, hogy a nagykorú kötelessége szólni, ne egyél a vérből. Azt mondja, Talmud, ne? De lőj liszfő vélegdám, megint csak azt jelenti, hogy nem szabad kézzel etetni a vérből. Tasmá, utolsó ilyen
próbálkozás. Elmúlva Mártól házik Zolimanak tánim, máj láda amely leó löjti tamú. A kohaniták kapcsán azt mondja a Talmud, beszélj és mondd meg a kohanitáknak, Áron fiainak, és ott felsorol mindenféle szabályokat, amik az Áron fiaira vonatkoznak, leginkább a tisztátalanság tilalmával kapcsolatban. És a Brájta azt mondja le, házaik dönünk tánim, hogy a figyelmeztessük a nagyokat a kicsikre. Itt is mit jelent ez? Azt gondolnánk, hogy azt jelenti, hogy a nagyoknak kötelességük nevelni a kicsiket, a kiskorúakat, hogy ne váljanak tisztátalanná. A nagykorú kohénnak kötelessége nevelni a kiskorú kohén, hogy ne váljon tisztátalanná. Azt mondja, a Talmud nem, itt sem ezt jelenti. De lejöttem, hogy a Lájman azt jelenti, hogy nem szabad közvetlenül neked őt tisztátalanná tenned, hogy olyan helyzetbe hoznod, hogy ő tisztátalanná váljon. De nem azt jelenti, hogy figyelmeztetned kell, hogy ne váljon tisztátalanná. Tehát mind a három brájtát tudtuk úgy magyarázni, hogy nem egyértelmű a brájtából, hogy a nagykorúnak kötelessége a kiskorút visszatartani a tóra megszegésétől. Oké, itt három példa is volt, az egyik a csúszomászok fogyasztásának a tilalma, a másik a vérfogyasztásának a tilalma, a harmadik pedig a tisztátalanná válástól való tartózkodás kötelessége. Miért szükséges mind a három helyen külön a tóra szövegének úgy fogalmazni, hogy abból kiderüljön, hogy a nagyobb kötelessége a kicsiket is, tehát a kiskorúakat is szem előtt tartani ezekben a témákban, miért nem elég egy helyen mondani ezt? Ezt fogja a tanul most elmagyarázni, hogy Sriha de ilyes, minas, facim, misum beszélőm, már sok. Ávalá, dámadékari, víz, én mondom, ugye ha csak a csúszomászok fogyasztásának a tilalmáról lenne szó, akkor azt gondolom, hogy azért, mert egy csúszomász, hogy egész kis bogár is tilos, nincsen egy valamilyen minimál mennyiség, amitől már tilos lenne. Nem úgy a vér, ami csak akkor tilos, hogyha egy víz, ha egy körülbelül egy decinyi. Kedves barátaim, ígértem, hogy visszatérünk. Most meg is történt. Szóval a kérdés az az volt, hogy mi a különbség, miért van szükséges ezt a három dolgot háromszor is külön megemlíteni. És én azt mondtam, hogy azért, mert ha csak a csúszomászon lenne említve, akkor azt gondolnánk, hogy ott azért ilyen szomorú, szigorú a tóra, hogy még a kiskorúakat is fel kell hívni a tilalomra, mert annak a tilalma olyan szigorú, hogy egy egész kis mennyiségben is már tiltott. Nem így a vér, aminél legalább egy víz vérfogyasztás, egy víz kell ahhoz, hogy a fogyasztás büntetett legyen. Mi a smilan dám, mi sunda ika karesz, a sracim, émen loj. Ha pedig csak a vérről lenne szó, akkor azt gondolhatnánk, hogy azért, mert ott viszont annyira szigorúra, hogy ott ég általi halállal bünteti azt, aki ezt a tilalmat megszegi. Nem így a csúszómászoknál. De imisum hani tárti, misum de szörny sarva különlevel tuma, émen loj. Ha viszont mind a kettőt említeni és nem említeni a tisztátlanságot, akkor azt mondanánk, hogy jó, ezek azért vannak említve, mert ezeknek a tilalma mindenkire egyformán vonatkozik, nem úgy a tisztátalanná válást jelen, hanem csak a kohanitákra. Ilyesmi nem tuma, akkor egy hánim sájim isum de riba bajam mitzasz és szényeszával hánim éjjön lőj. Ha pedig csak a tisztátalanná válást tilalmát említeni, akkor azt gondolnák, hogy hát igen, a kohaniták, akiknél amúgy is ilyen szigorú mindenféle tilalmat, külön tilalmat mond a tóra, ott valóban a kiskorúakat is figyelmeztetni kell, de a többinél a nem kohanitáknál nem. És ezért kellett mind a három dolgot említeni, hogy tudjuk, hogy mind a három dolog nál kötelesség a nagykorúaknak, a kiskorúak visszatartása a tilalom szegéstől. Bármilyen legyen továbbra is nem egyértelmű, hogy ez mennyire kötelező. Szóval mennyire kötelező a kiskorúak visszatartása a tilalom szegéstől. Úgyhogy továbbra is próbálunk erre bizonyítékokat hozni, a következő bizonyítékunk, és itt térünk vissza, itt térünk oda, ami miatt az egész releváns a mi szugjánkhoz, a mi témánkhoz, diskurzusunkhoz. A Talmud a mi misnánkat fogja példaként említeni. Tasmá, snei áhén echot pikiák, echot heres nüszú is, teáhajsz, pikhajsz,
Ugye a Mistánk arról beszél, hogyha van két testvér, aki közül az egyik egészséges, a másik siket, és ezek házasok két egészséges lány testvérrel. Néz, ha ehhez bálpikáhász, májász a pikák bálpikáhász, tétszim is jól, ha is. Mi van akkor, hogyha meghal a siketnek a férje, bocsánat, ha meghal a siket, fiú, akkor a felesége, aki ugye megözvegyül, rá nem vonatkozik a sógorházasság intézménye, mert a testvér, vagy a sógor, az az ő testvérének a férje, tehát ez egy tiszta eset. Mi van akkor fordítva történt? Néz pikár, bál pikár, mászer, keres bál pikár ház. Mi van akkor, hogyha fordítva történt, és az egészséges fiú halt meg, akkor az ő özvegyével mi legyen? Akkor a siket fiú el kell, hogy váljon Moiciesz, Istenő és az Achiva szülőle ajlan, akkor el kell váljon a feleségétől, viszont nem veheti el a özvegyet sem. Ugye erről szólt a misna. Miért? Ugye azt mondtuk, hogy azért, mert az egyik oldalra el kell váljon a feleségétől, mert a felesége valójában nem teljes jogon a felesége, hanem csak rabinikus engedménnyel a felesége. Hiszen egy siket a Tóra törvény szerint nem házasodhatna, és csak a rabbik engedménye az, ami miatt házasodhat. Ugyanakkor viszont, nem, és ugye, mivel nem teljesen a felesége, ezért a másik oldalról viszont az özvegy az a Tóra értelmében válik obligóban vele, hiszen a testvére a Tóra törvény szerint vette el azt a nőt, és ezért a két testvér egyszerűen nem tud meglenni, és ezért el kell válnia tőle, de ugyanakkor nem is tudja elvenni, mert egy heres, egy sikert nem tud házasodni. Ugye a kérdés viszont, ami a mi szempontunkban lényeges, hogy a máj Moicez istöbegét, mi a probléma, mi az oka annak, hogy el kell váljon a jelenlegi feleségét. Ugye mit mondtunk, miért? Mert ne legyen együtt annak a lánytestvérével, akivel ő sógorházassági obligóba kerül. De mit érdekel bennünket, hogy együtt van egy ilyen, és ezzel megszegett tilalmat? Ugye a heres, a siket az ilyen értelemben ugyanolyan, mint egy kiskorú, egy nem jogképes cselekvő. Miért lennék köteles visszatartani attól, hogy a Tóra törvényét megszegje? Ha mégis a misna azt mondja, hogy el kell várjon, akkor ez egy bizonyíték arra, hogy igenis kötelességem megakadályozni, hogy egy nem jogképes cselekvő megszegje, legyen a siket, vagy legyen az kiskorú, megszegje a Tóra törvényét. Azt mondja, Talmud is úgy szólja, Dida, azt mondja, Talmud nem, ez egy félreértés. Ebből még nem tudok semmit, mert ugye ebben az esetben nem csak a siket az, akiről szó van, hanem a siketnek a felesége is, aki egészséges, egy jogképes cselekvő, felnőtt nő. És őt sem akarom, hogy megszegje a Tóra törvényét, és ő viszont egy jogképes cselekvő, ezért aztán az egész indikáció, hogy el kell várniuk, az miatta van, és nem pedig a siket miatt. Tehát ebből nem lehet bizonyítani. Oké, akkor a következő részben a misna egy másik esetével fogjuk próbálni bizonyítani. Tasmán, a snéjákén pikfényszón is kell hajja, és áhász pikáhász, máhász helyesesz. Mi van akkor, hogyha két egészséges fiú testvérrel van szó, és az egyiknek a felesége, és két, mindegyiknek van egy felesége, akik ugyancsak testvérek, az egyik feleség siket, a másik egészséges. Mész pikák, bál helyesesz, máj, jász, pikák, bál pikáhász. Ha meghal az a férfi, aki a siketnőnek a férje volt, akkor mi történik? Tétszem is a Mahajsz isa, akkor nem történik semmi, mert a siketnő nyilván nem házasodhat a saját testvérének a férjével, a sógorral, aki közben a sógor a volt férje oldaláról is, és ezért a dolog világos. Viszont mi van akkor, ha mész pikeach bál pikáhász, májászat pikeach bál keresesz? Mi van akkor, ha meghal az egészséges férfi, aki az egészséges nőnek a férje? Mit csináljon akkor az a férfi, aki a siketnőnek a férje? Moici istőbe gényve és az achiv behalica, akkor ki el kell, hogy váljon a siket feleségétől,
és a sógornőjének pedig halicát kell adnia. Ugye itt viszont ugyanúgy felmerül a kérdés a Maimonides is tövegén, miért kell elválnia a siket feleséget, ugye mit mondanak, hogy miért kell elválnia? Mert a siket feleség nem lehet együtt azzal a férfivel, aki közben az ő testvérének a obligóba került sógora. A Tóra törvény szerint ő nem a felesége, hiszen egy siket nő a Tóra törvény szerint nem házasodhat, csak a rabbinikus engedménnyel. Miért kell elvárnia, hogy ne legyen tilalomban? De mit érdekel engem, hogyha ő tilalomban van? Egy siket az ugyanolyan nem jogképes cselekvő, mint egy kiskorú, nem kéne, hogy visszatartsam attól, hogy a Tóra törvényét megszegje. Azt mondja, Talmud misumi szüled idei. Azt mondja, Talmud itt kinek a tilalmáról van szó? A férnek a tilalmáról. Mivel az előbb a válaszunkban azt mondtuk, hogy nem a siket férfi miatt, hanem az ő egészséges felesége miatt kell elváljanak, ugyanígy itt is, csak fordítva, nem az egészséges férfi siket felesége miatt, hanem maga az egészséges férfi miatt kell elváljanak. Oké, az utolsó esetünk, amiben fogjuk próbálni bizonyítani, Amar Ravetta, Smás, Neachen, Echot, Keres, Echot, Keres, de Szunistinak, hogy Zákhász, Pikáhász, Vákhász, Keres, mivel akkor, hogyha két testvér az egyik siket, a másik egészséges, és ők is házasok, két lánytestvér az egyik siket, a másik egészséges, a siket nőnek siket a férje, az egészséges nőnek egészséges a férje, nincs helyes bárki, lesz ezt másik kell bárki, ezt meg csinálom tétről sokkal szisa. Mivel akkor, hogyha meghal a siket férfi, akkor a siket nőre nem vonatkozik a sógorházasság intézménye, hiszen a lánytestvére, a felesége az egészséges férfinek. Viszont mi van akkor, hogyha mész pikár, bálpikár, ezt bálsz a helyeset, bálsz a helyeset, bálsz a helyeset. Viszont mi van akkor, hogyha az egészséges férfi hal meg, akkor mit tévő legyen a siket férfi, akinek siket a felesége? Itt is mit van, Talmud, Moici, az Isten még éjtve, és ez a hiba szóra dajlom, el kell váljon a jelenlegi siket feleségét, de ugyanakkor nem is veheti el a sógornőjét. Ha, de lábiszorodi, da, ika, ve lábiszorodi, de, ika, ve tani, Moici, Isten még get. Ugye ebben az esetben miért kéne elválniuk, ha sem a férj, sem a feleség oldaláról nincsen jogképesség, ugye mind a férj, mind a feleség siket, és mégis válásra kötelez őket a Misna azért, hogy ne legyenek szabályszegésben, de hát hogyha ebből akkor az következik, hogy egy nem jogképes cselekvőt sem hagyhatok szabályszegésben, hanem el kell válniuk. Azt mondja, a Talmud, amely a smájjalak, zéra misuma, tarasszik a manasuk. Azt mondja, a Talmud, nem. Itt sem azért van ez, mert nem szabad hagynom, hogy egy nem jogképes cselekvő megszegi a Tóra szabályát, nem. Mert elvileg ezt lehetne hagyni. Nem, egész más oka van. Ha azt látnánk, hogy ez a férfi nem válik el a feleségétől, ez a siket férfi nem válik el a siket feleségétől, akkor azt gondolnánk, hogy azért nem válik el, nem azért, mert minket nem érdekel, hogy egy nem jogképes cselekvő szabályszegésben van, hanem azért, mert azt gondolnánk, hogy nem vonatkozik rá a sógornőnek az obligója, és ezért tévedésből a megözvegyült sógornőnek megengednénk, hogy kiházasodjon, és ezzel viszont súlyos szabályszegést követnénk el. Hádlan a keres, ezzel befejeztük a 14-es fejezetet. Most pedig, kedves barátaim, a 15-ös fejezet következik. Már nincs sok hátra a Jevamot traktátus volt, összesen talán 6 oldal, 6 lap. Az utolsó két fejezet nagyon érdekes lesz. Itt az Aguna szabályairól lesz szó. Aguna, azt magyarul szalma özvegynek szoktuk fordítani. Nem tökéletes a fordítás. De miről szól az a guna? Mi ez az a guna? A guna az az a nő, akinek eltűnt a férje, és nem tudjuk biztosan, hogy meghalt-e a férje. Mi ezzel a gond? Mert nem tudjuk biztosan, hogy meghalt-e, a nő nem házasodhat újra, nehogy kiderüljön, soha nem halt meg a férje, és ő még egy férjezett asszony, és most újra házasodik, ezzel házasságtörést követ el. Ugye ez a guna ez egy nagyon nagy probléma. A rabbinikus irodalom, az úgynevezett responzum irodalom a középkortól kezdve leginkább ezzel a témával foglalkozik.
mi van akkor, hogyha egy nő magára marad, a huna, és nem tudjuk biztosan, hogy meghalta a férjét sem. Ugye régen ez nagyon gyakori volt, voltak háború, üldöztetések, pogromok, járványok, mindenféle nehézség, külföldre utazott valaki, akkor sokkal jobb volt az esélye, hogy útközben meghalt. Ezért a rabbik próbáltak valahogy segíteni a gunákon, a szalma özvegyeken. Szerencsétlenek nem maradjanak egy ilyen felemás állapotban, hogy a régi férjük már nincs meg, de új férjhez nem mehetnek, mert nem tudjuk biztos, hogy meghalt a férjük. És ezért bizonyos szempontból mindenféle engedményt tettek. Leginkább a tanúk szempontjából. Ugye normál esetben azt mondjuk, hogy egy tanúvallomása akkor érvényes, ha két tanú az, aki tanúvallomást teszi. Az a guna kapcsán egy tanú is elég, sőt, nem csak egy tanú, hanem egy olyan személy is elég, aki amúgy más tórai vallási, bírósági szempontból nem lenne alkalmas a tanúvallomást tételre, tanúságtételre. Tehát, ha valaki nem vallásos, ha valaki nem zsidó, stb. Ezek is megengedettek a tanúvallomást tételre ebben az esetben. Sőt, maga a feleség is. Maga a feleség is, ha azt mondja, hogy én tudom, én láttam, hogy a férjem meghalt, azt elhisszük neki, és ez elegendő ahhoz, hogy felmentsük a szalmaözvegység alól. A másik oldalról viszont bizonyos dolgokban sokkal szigorúbbak voltak a rabbik, azt mondja, maga a tanúvallomás személye, ki az, aki tanúságot tehet, abban engedményt tettek. De az, hogy mi az, ami a tanúvallomás tartalma, azzal kapcsolatban szigorúbbak voltak. Így egész biztosan kellett látni, hogy a férfi meghalt, nem volt elég, hogyha csak indikációk voltak rá. Láttam azt, hogy ott voltam a csatatéren, láttam, hogy megsebesült, biztos meghalt. Ez nem elég. Attól még, hogy megsebesült, nem biztos, hogy meghalt. Láttam, hogy foglyul esett utonállók révén, és hallottam a lövéseket, biztos, hogy meghalt. Nem, az még nem biztos, hogy meghalt. Beesett a tengerbe. Nem biztos, hogy nem jött ki a túloldalon. Élve. Tehát egész biztosnak kell lennem benne, hogy meghalt. Aztán vannak további mindenféle kérdések, témák. Így például, hogy hogyan identifikáljuk, hogyan konfirmáljuk, azonosítjuk a halottat, hogy biztosan tudjuk, hogy ez az a férfi, akiről beszélünk. Valamint vannak még további szabályok, hogy attól még, hogy én meghatároztam, és bizonyos szempontból mindenféle engedmények mentén meghatároztam, hogy a férfi meghalt, ez a csak a nőre való engedmény szempontjából tekintem elhalálozottnak a férjet, vagy például a öröklés szempontjából is. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni a következőkben. Rögtön kezdjük egy misnával. A misna azt mondja, a isese halha hi bájlan dirneszenya. Egy férfi és egy nő elutaztak a tengeren túlra. Shalom beilen a beina, shalom beilen. És amikor elutaztak, akkor béke volt közöttük. Nem volt veszekedés. Shalom bájsz volt, az otthon békén megvolt. Shalom beilen, és nem volt háború sem. Teljesen nyugodt vizek voltak. Babi arra, majd egy idő után visszajött a nő egyedül, és azt mondta, mész bájni, meghalt a férje. Tinasze, elhisszük neki, és ez alapján már házasodhat is egy másik férfival. Mész Bailey, tisztjában, ha nem voltak gyerekei, és a férfinek van egy testvére, akkor ez alapján sógorházasság következhet. Shalom beinem beinam, chana beinam, tata beinam beinam, shalom beinam. Mi van akkor, hogyha az előbbi feltétel közül valami hiányzik? Tehát például, a nő és a férfi között nem volt béke, mindenki tudta, hogy állandóan veszekednek, vagy
béke volt közöttük, de háború volt a világban. És elutaztak, és visszajön nő, és azt mondja, meghalt a férjem, én nem mellesz, akkor ezt nem hiszük el neki. Ez nem egy tanulmányozás. Miért nem? Ha vita volt közöttük, a tartott olyan, hogy hazudik, és egyszerűen azt akarja, hogy a férjében szétváljon, tudja azt, hogy ha most hozzámegy egy másik férfihez, akkor utána a férje már nem veheti vissza, és így kényszeríti ki tulajdonképpen a válásukat. Valamint, hogyha háború van, akkor lehet, hogy a nő azt feltételezi, hogy a férje meghalt, és kicsit könnyelmű ebben a témában, és most azt mondja, hogy biztosan tudja, hogy a férje meghalt, pedig valójában nem is tudja biztosan. És ezért ilyen esetekben nem hiszük el. Rabbi Yehuda Omer Lailam, Einan Nemeszelimként Bassa Bajhavar Deakrum. Rabbi Yehuda azt mondja, a fentiek ellentétben, hogy eleve csak abban a szélsőséges esetben hiszük el magának a feleségnek, hogy a férje meghalt, hogyha úgy jön, hogy a ruhájuk meg van tépve, hogy zokog, tehát hogy a gyász jelenik jutott. Hallaj, Ákhazzúk, mi azt mondták, a bölcsek, mi nem értünk veled egyet, Rabbi Yehuda, szerintünk ez is, az is, mindegy, hogy gyászol, nem gyászol, mindenképpen újra házasodhat, elhisszük neki a fenti feltételnek mentén. Oké. Okay. A kérdés, az első kérdésemben a Talmud indít, Misna kapcsán, ez az, hogy a misna eleje és a misna vége egy kicsit inkoherens. Miért? A misna eleje mit mond? Ha tudom, hogy béke volt közöttük, és tudom, hogy nem volt háború a világban, akkor hiszünk az asszonynak. A misna másik fele mit mond? Ha tudom, hogy vita volt közöttük, vagy tudom, hogy háború volt a világban, akkor nem hiszünk. Mi van a köztes esettel? Amikor nem tudom, hogy mi a helyzet. Nem tudom, hogy béke van közöttük, vagy sem. A misna elejében úgy tűnt, hogy csak akkor hiszünk neki, ha tudom, hogy béke volt közöttük. Ha nem tudom, hogy béke volt közöttük, akkor nem hiszünk neki, még akkor sem, ha nem vagyok benne biztos, hogy vita volt közöttük. A misna vége mit mond? Ha tudom, hogy vita volt közöttük, akkor nem hiszünk neki. Pedig, ha nem tudom, hogy vita volt közöttük, akkor hiszünk neki. Tehát akkor ez a köztes állapotral kapcsolatban más tűnik ki a misna első paragrafusával és a misna második paragrafusával. Mi ennek az ellentmondásnak a feladása? Tanassam, hogy bejön a bejön, mi sem nek vajon a misznek, tata bejön a bejön a bejön. Tanassam, hogy bejön, mi sem nek vajon a misznek, mi sem nek vajon a bejön. Valójában azt mondja a Talmud, hogy a misna végső második paragrafusa, és a lényeg az az, hogy ha tudom azt, hogy vita volt közöttük, vagy tudom azt, hogy háborúban, akkor nem hiszünk a mennek. Ha nem tudom, akkor már hiszünk neki. A misnára csak azért fogalmazott úgy, hogy tudom, hogy béke volt közöttük, és tudom, hogy béke volt a világban, mert ez a megfogalmazás illik így, vagy szemantikailag illik a második paragrafus megfogalmazásához. Valójában a második paragrafus megfogalmazása a lényeg, ami azt jelenti, elég ha csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy vita volt közöttük, akkor az már elég ahhoz, hogy hívjunk a nőnek. Amr Rave, my time, de milham, misum, de amr Rave, de dami. Azt mondja Rave, mi az oka annak, ha tudom, hogy háború volt, akkor nem hiszünk a nőnek. Misum, de amr Rave, de dami. Mert feltehetően a nő fantáziája, vagy feltételezése az, hogy a férfi meghalt. Szálka dájtel a hol háni, de itt tulupalit. Mert a nő azt gondolja, hogy hát annyian haltak meg a háborúban, nem mi valószínű, hogy pont az érférje meneküljön meg. Innim tímcelői már kívánni, salim bejnőnöd bejnő. Notra áde hazja. Zimnin de macho lebe gira oibe rumcha. De szavra vádáj meis. De ika de abát számt lebe chaja.
Oké, itt fogunk megállni, kedves barátaim. Akkor, ha minden jól megy, akkor holnap innen folytatjuk. Rave el fogja magyarázni, hogy mi ennek a jelentősége, hogy ha háború volt, vagy ha nem volt köztük béke, akkor miért nem hiszünk az asszonynak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este is. Holnap este, ha minden jól megy, sőt valószínűleg nem este, hanem kora délután, vagy még az is lehet, hogy reggel, ha minden jól megy, akkor ismét találkozunk. Addig is kívánok nektek egy gyönyörű további estét, minden jót, a legeslegjobbakat, viszontlátásra, viszontlátásra.